Az előadás sorozat az emberi jelenlét 20-21. századi kérdéseire, kihívásaira, kríziseire keres válaszokat, a humán, a természettudományi és a műszaki tudományi gondolkodás közti párbeszéd erősítése jegyében. Az élő rendszerek alulról építkeznek. Bennük elsősorban fehérjékből és nukleinsavakból felépülő szupramolekulális rendszerek működnek. Éppen ezért a hatékony gyógyítás nélkülözhetetlen eleme a molekuláris szintű beavatkozás, mondta előadásában dr. Wondervis Ferenc. Ugye itt igazából az ennek a lényeg, ennek a nanotechnológiai megközelítésnek, hogy egyfajta alulról építkezés, kezdjünk el a legkisebb építőelemekből kiindulni, és abból rakjunk össze valami olyan dolgot, amiben úgy minden a helyén van. Most ha úgy nézem, hát akár egy költemény is bizonyos értelemben ilyen, hiszen az építőelemek a szavak, és abból áll össze valami komplex mű, amiben tényleg mindennek jelentősége, hogy miért ott van, miért úgy van, és így tovább. Az egyetemen folyó nanotechnológiai kutatások célja nem kevesebb, mint az orvostudomány támogatása a gyógyításban, új gyógymódok, terápiák bevezetésének lehetősége az egészségügyben. Olyan dolgokról beszélek, ami mindenkinek a legfontosabb, a saját egészsége. És ezt megérteni, hogy miért várhatunk áttörést attól, hogy nanotechnológiát alkalmazunk. Röviden azért, mert mi is így vagyunk fölépítve. Tehát a biológiai rendszerek, az élő rendszerek, azok valójában ugyanazokat az elveket alkalmazzák, amiket megpróbál alkalmazni a nanotechnológia. És csak úgy remélhetjük, hogy ezeket a rendszereket tényleg meg tudjuk gyógyítani, ha ugyanezeket az elveket használjuk. Az előadásban a professzor röviden összefoglalta, hogy a nanotechnológia alkalmazásától milyen forradalmi változások várhatók a betegségek megelőzésében, diagnosztizálásában és gyógyításában. Bemutatásra került néhány példa a ható és jelzőanyagok irányított célba juttatásáról, funkcionalizált nanorészecskékkel történő sejtszintű rákterápia lehetőségeiről, nanoszenzorokról, RNS és DNS terápiákról, nanokapszulákról, nanobevonatokról és a távirányítású biomolekulákról, nanorobotokról, amelyek várhatóan 5-10 éven belül a klinikai gyakorlatban is megjelennek.